mocsok nehéz meló. De, de, és szerintem ez nagyon fontos, hogy aki viszont bejárja ezt az utat, az egy óriási riadal. És piszok jó egy siba. Neked ugatok. Koromgábor Gábor kutyákról és emberekről. A tükörmódszer közreműködésével. Mielőtt elkezdenénk az adást, szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy miután elköszönünk, ott maradtunk még beszélgetni, és nagyon érdekes dolgok hangzanak el, úgyhogy ha tudtok, maradjatok itt, hallgassátok meg. És akkor most következzen a várovárt Sibás rész. Sziasztok! A Sibáról fogunk beszélgetni. Méghozzá a Neked ugatok, Siba 1 című adással. És azért Siba 1, mert a Sibáról szerintem sokat kell beszélni. Riki, az általam ismert legszófogadóbb, legképzettebb Siba, és itt van mellettem Tomi, Riki gazdája. Sziasztok. Riki majd mindjárt kiköltözik innen az önembe, és nem akárkit hívtam meg a mai beszélgetésre, az Örmezői Kutya Iskola vezetőjét, Kressák Ágit, aki egyébként terápiás oktató, rengeteg, rengeteg, rengeteg kutyával volt dolga kapcsolata, és rengeteg kutya társadalomba visszaillesztését, gyógyítását végeztem, mert azon kívül, mint ahogy mondtam, hogy kutyaiskola, iskola még, még a terápiában ezt a feladatot látja el. Ez azért nagyon lényeges, mert ugye négy terápiás oktató kollégám van, és ők a kutyagazda viszonynak egy sokkal mélyebb keresztmetszetét látják, sokkal mélyebb keresztmetszetét érzik, úgyhogy hát a sibás beszélgetése mindenképpen egy ilyen mély tudásból beszélő szakembert szerettem volna elhívni. Riki fészkelődik, úgyhogy majd én itt ki is engedem az ölemből, vagy oda megy Tomihoz, vagy itt Bóklászik a stúdióban, de akkor, akkor szia Tomi, szia Ági. Sziasztok. Sziasztok. Miért Siba? Ódáskoromban kezdődött. Tehát, a... szerintem még a Sibát nem is ismerte senki Magyarországon, én sem. És a szüleim elvittek egy videótékába, ahol mindig kiválasztottam, hogy mit viszünk haza, mit fogunk nézni, és az Ez című animére esett a választásom, ami egy négy rész, négy kazettán terült el, jól megvágva a japán verzióhoz képest, mint utólag kiderült, a lefejezős részek nem voltak benne, hát, de így sem egy óvodásnak szóló, szóló mese volt, és abban az Ez című mesében Akiták és másfajta kutyák harcolnak medvék ellen. És abban a főhős ezüsnyil egy szürke ezüst színű tigris csíkos akita kölyök, és az ő apukája Riki a vörös színű akita, aki medvére vadászik. Hát és akkor ez egy ilyen szerelem, szerelem lett, tehát az bennem egy olyan imprinting volt ez a mese meg a mondani való, hogy ez egyébként egy ilyen hős történet, tehát ilyen mitológikus egyébként, nem véletlen, hogy annyira megfogott gyerekként, és akkor ez a ez a vonzódás a japán kutyafajtákhoz már elkezdődött, és akkor tetőzött, mikor még egy, hát egy előző párkapcsolatomban az én akkori barátnőm Sibát szeretett volna, én nem akartam kutyát, de hát ha már kutya, hát akkor legyen Siba, mert az ezüst nyíl, és akkor lett egy Siba. Ő nem a Riki, a Riki már csak az én kutyám, és hát ezért Siba. Tehát ezek után a két nagyon meghatározó élmény után, hogy láttam ezt a mesét, nagy hatással volt rám, és aztán egy Sibával éltem, aztán már nem volt kérdés, hogy, hogyha nekem lesz kutyám, akkor az egy, az egy siba lesz. Egy gyors flash Ági. Ha kell egy ilyen, egy siba karaktert, mint közben Riki jár kell a stúdióba, ezt nem látjátok, de, de, de mindent bebarangol. Szóval, szóval, ha egy gyors flash kellene mondani a, sibáról, egy ilyen gyors képet, te mit, mit tudnál betenni? Hozzád Sibával járnak, van-e valami jellemző attitűd, mert én is. Én is Meghagynám neked a kezdést, <laughs> aztán utána én is mondanék egy ilyen attitűdöt. Jó, járnak. Suliba is járnak tanfolyamra, óvodába is járnak Sibával, és ami ennek nagyon-nagyon örülök, hogy, hogy már korán elkezdenek a Sibával járni. Ugyanis azért. Szerintem, tehát, hogy azért nem, újat nem mondok el a, 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 Sibáról, hogy, hogy azért nagyfokú önállóság és, és elég erős akarat jellemzi a, ezt az ősi fajtát, az egyik legősibb fajta. És, és ami szerintem egy egy, egy, egy nagyon nagy kulcs a Sibához, az az, hogy, hogy szocializáljuk méghozzá, méghozzá nagyon. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy rongyosra szocializáljuk a, a kutyust, mert, hogy, mert hogy, hogy mindenféle ingerrel, zajjal, emberrel, kutyával, minden, mindennel megismertetjük, lesemlegesítjük, annál jobb lesz ez a fajta mert hogy azért egy alapvető tulajdonsága neki is, azért másfajtákra is el lehet mondani, hogy egy bizonyos idő után itt szépen összezárnak, hogyha, hogyha, ez, a, ez szocializáltság ez nem működik, vagy nem tudjuk jól csinálni, kimarad. Sok mentet, mostanában azért sok mentet sibával is találkozunk, és, és, hogyha ha kimarad a szocializáció, akkor, akkor azért előjönnek elég kemény viselkedés problémák ami ami a leggyakoribb a, a sajnos a, a sibáknál az az agresszió probléma, ha nem megfelelő a szocializáció. Hát te egyre mélyrebb mentél, mint amit Mi? most reméltem, mert aztán még sokkal mélyebbre is bemeltünk. A, az én flessem az, az ennél sokkal felszínesebb lesz. Nagyon Igen, sok... ez nem egy flash volt. Igen. Az, az, az én flessem az a követ, tehát ez is rengeteg sibával járnak hozzám, tehát a kölyök tanfolyamoknak az egyik legnépszerűbb fajta a siba, úgyhogy úgyhogy mi felkent Siba-specialisták lettünk így a, a kölyök tanfolyamok során, de a flash sem az a következő, a kutyájukba szerelmes, a kutyájukat végtelenül toleráló, és emiatt nagyon sokszor a mondjuk egy, egyfajta ilyen rendezetlenségben élő családokat kutyagazda kapcsolatokat látok. Hozzám nem gazdák, hanem rajongók érkeznek jellemzően Sibával. Nyilván arról szól a, 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 a kutyasül, hogy hogyan váljunk gazdává, hogyan töltsük be ezt a feladatot, de, de ugye jellemző egy kíváncsi attitűd ezt segíti, a Sibások is nagyon kíváncsiak, de ők ők inkább rajongói maradnak a, a kutyának. és, és Mondhatom azt, hogy sok siba gazdinál nem jutok el oda, hogy a rajongásból, a rajongásból egyfajta magasabb tudatosságra tudjon lépni. És van, és akkor most már egy picit át is vezetnék oda, amiért beszélni kell erről, mert az egész siba jelenség mögött van egy olyan ilyen, ilyen zanzítás, egy ilyen, ez a nagyon tipikus, amit általában minden fajtánál lehet hallani ilyen felmentéseket, ilyen búcsú hogy az írszettert nem lehet képezni, az agarakat nem kell képezni. Hát most a, a, shiba, a Shibánál ez a legjellemzőbb. Tehát a, 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 az egy teljesen fix, hogy a fix vagy rögzült álláspont a Siba hogy a Siba nem képezhető kutya. Na most még egy ilyen típus tudok mondani, az az agár, akire ezt mondják, 5-200 pontos kölyöprós kutyánk volt idáig. Az ötből egy siva és egy agár. Ennyit arról, hogy nem lehet képezni őket. És uh, uh, Riki a 200 pontos uh, a 200 pontos siba egyébként. Nagyon nehéz képezni őket, mert nagyon együttműködés alapú, és ezért sokkal magasabb tudatosságot kér a gazdától. Imádom, a kihívást is imádom, de a gazdát nagyon megméri. Tehát a kapcsolat alapú tréningen, tehát ahol a kutya azért dolgozik, hogy ne, nem is lehet máshogy, mert kényszert egyáltalán nem, nem lehet alkalmazni a sibánál. ugye mi ezt nem is tesszük be a tükörmódszerbe egyáltalán a tanításba, soha semmilyen kényszer nincs, ugye csak motivációval jelesült klikkerrel dolgozunk, de a sibánál még a motiváció is piszok nehéz egyébként, és egy igazi, egy nagyon magas érté értékű motiváció van a kapcsolat, a szociális motivációnak, a, a, kidol, a kifilomult kapcsolatértékű motiváció. Ide viszont nagyon kevesen tudnak eljutni. Tehát ez nagyon megmér. És akkor megvan az az állapot, hogy rajong a család a kutyáért, lakáson belül minden fasza és amikor kilépnek a lakásból, akkor viszont kaosz de kaosz a köbön. Ez a misztifikáció azért nem véletlen, hiszen hogyha csak így ránézünk magára a, 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 kutyának a, a külsejére, és azért ugye, ahogy a Tomi is elmondta, hogy hogy a mese, hogy megragadta őt, meg, a, meg, meg a, az, ahogy kinéz a kutya, a kisróka róka jelenség, meg a macska jelenség, ez ez szerintem azért, abból a, szempont, a választás szempontjából, hogy miért választanak az emberek kutyát, azért nagy részben azért az is hozzájárul, hogy milyen kinézete van a, a, a kutyának, ez a nagyon sejmes szőr, és, és van egy hihetetlen karaktere is a kutyának. Tehát, hogy, hogy, hogy az, amikor így választunk egy kutyát, a választás Azért az embereknél nagyon-nagyon sokszor ö, leginkább a, a külső, hogy hogy néz ki a kutya, mekkora a kutya, és akkor utána jönnek a, a, az, összes, az összes többi karakter ö, fontossága, hogy milyen tulajdonságai vannak a kutyának, mire tenyésztették a kutyát, hiszen ugye azért azt is tudjuk, hogy vadászkutyáról van szó. Ö, nagyfokú önállósága, stb. 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 erről majd még úgyis fogunk később is beszélni. Ö, úgyhogy az, amit, amit te mondtál, hogy hogy érkeznek be a gazdák ezzel a, a, a rajongással, amikor... Igen, ez már jogan, kiválasztásnál ott igen, van. Tehát ez igen. nem kialakul, ez már a kiválasztásnál ott van. Nagyon erős szempont, hogy egyéniséget akarnak maguk mellé a gazdák, igen. viszont azért, azért ez egy terhelés a kutyának. Tehát én azt látom, tehát egy kutya akkor tud egészséges életet élni, hogyha lehetősége van jól szocializálódni, játszani, rohangálni, erdőben, parkban, más kutyákkal, stb. Ezt akkor tudom megtenni, hogyha le tudom tiltani a veszélyes dolgokról, illetve tudom hívni. Az, hogy egy sibával ide eljussál, ez, ez nagyon munka, sokkal nagyobb munka, mint más kutyánál, és igen, kölyökkorban, nagyon fontos kölyökkorban indítani már azt, hogy, hogy, a, gátlásfelépítést, gátlás felépítést, a szocializációt, az agressziót, az, agresszió, az agressziót kivezetni a kutyából. Most egy picit beszéljünk arról, hogy, hogy maga a fajta kicsoda, micsoda, egy, egy, ilyen történeti áttekintést kérek szépen, Tomi, hogy, hogy mondjál, mert tudom, tudom, azt, hogy azért te ebből felkészült vagy, hogy jött létre, miért lett ilyen a kutya, erről beszélj egy picit. Hát, ahogy már Ági is mondta, az ősi fajták egyike, tehát a egyes források szerint 14-16 ősi fajta van, amikből ugye mostani kutyafajták nagy rész kilettek tenyésző, szóval ő az egyik, és emiatt van egy nagyon erős közelsége genetikailag a farkashoz, és ez a temperamentumán is meglátszik, tehát ez együttműködési hajlandósága alacsony, nagyon nehéz vele kapcsolatot kialakítani. Tehát... Nem is veszi fel olyan könnyen a szemkontaktust, mint más kutyák. Nem, nem, nekem pont az előző sibámnál volt. Tehát az első pár hónapban nem nézett a szemünkbe. Egy komoly meló, tehát nagyon durva. Nagyon durva, nagyon durva, és így de. nehéz vele kommunikálni, hogyha nem figyel rád. Tehát, hogyha a valódi figyelme nincs Te, bent. Azt tehát minden kutyát lehet úgy szocializálni, hogy nagyon jó szemkontaktussal legyen, jól figyeljen, de külön extra energiát kell vele tenni. Ugye miután ősi fajta, hogy a vadállatokhoz tudnám ilyen szempontból has, hasonlítani, hogy ő mennyire akarja fölvenni a kapcsolatot. Ö, egy, ö, egy, egy egy vadonban élő, vagy egy erdőben élő állat a, az emberrel, és tehát, hogy ez, Sokkal ez jobban az el van magában, igen, a belső nincs, világában. Igen, nincs szüksége igen. kvázi arra, hogy... Nagyon magas az intelligencia, de ez az intelligencia nem arra van kihegyezve, hogy interakciókat hajtson végre az emberrel. Hanem, megoldjon problémákat. Hanem, hogy megoldjon problémákat, a ami, ami extra szívás, akkor, hogyha a gazda nincs egy bizonyos tudatossági szinten. Vagy vagy nem engedi el a kutyát, és akkor meg a kutyának exzesszívás. Igen, én akkor találkoztam ilyennel, tehát hogyha össze tudom hasonlítani, amikor rehabilitálok, vagy rehabilitálunk menhelyeknek is, mentett kutyákkal nagyon sokat dolgozunk, és van olyan, amikor úgy érkeznek hozzánk kutyák, hogy erdőben nőttek föl mindenféle kapcsolat nélkül, emberrel való kapcsolat nélkül, úgy szocializálódtak, hogy nem volt az életében ember, és, és, így ilyen szempontból hozzájuk tudnám így, így hasonlítani e, a kontaktálást, azt, hogy, hogy mennyire nehéz velük ezt így behúzalozni. A, abszolút, ez a vadállatesság egyébként megjelenik abban az óvatosságban is, tehát ahogy közeledsz felé, tehát ugye megszoktad, hogyha legugolsz egy kutyához, gyerek is kutyám, és oda megy, és dörgölőzik, és nyalogat egy labrador, vagy egy golden, hát ki még velem is néz, hogy most mit akarsz egyébként, mert ez nem az a típusú kommunikáció, ami az én vagyok szokva. Tehát van benne egy ilyen vadállati óvatosság így az emberrel kapcsolatban. Még én is megfigyelem minden nap. Úgyhogy ez egy extra jó szocializált kutya egyébként. Igen, igen. És uh, ugye a történetiséghez kapcsolódik, még ugye a második világháború környékén előtt, hogy majdnem kihalt. Tehát ez a. Ugye volt egy olyan gazdasági helyzet Japánban, ami nem kedvezett a kutyatartásnak. Ennyire, ennyire le leredukálódott? Leredukálódott, a... igen, és uh, egy három vérvonalból rakták össze. Tehát három ilyen japán. Területen akkor megtalálható fajtákból lett végül újra összerakva. Mostanra után a negyedik legnépszerűbb kutya már Japánban újra, tehát a, a, ugye a mém kutya, a japán nemzeti kutya, Amerikában is nagyon népszerű, de ami nagyon érdekes, és ez meghatározza a jellemét. A történet is a, a, a japánok állatokhoz való viszonya, nem gondolnánk, de egy nagyon szabad gyárra engedő viszony. Tehát, hogy hagyják kibontakozni az állat jellemét, nem, nem nyomják el. És hát ez nagyon meglátszik az ő evolúciójában. Tehát a Japánban a sibák nincsenek úgy bekontrollálva, és a bekontrollálás alatt most azt értem, hogy a családba integrálva úgy, hogy el tud engedni őt a parkban, és behívható. Japánban ez nem, ez nem elvárás. Ők hagyják, hogy a siba siva legyen. És ezáltal ugye nem alakul ki az, hogy, a, hogy, az ember által, az ember által a, 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 családban szocializálva egyre jobban betagozódik, hanem megmarad ez a vérvonal, aki tényleg önálló. És konkrétan pont láttam nemrég dokumentum, mert nagyon vicces, a, a, nem csak vadászatra használják, sőt vadászatra már nem nagyon, hanem házőrzésre, meg ültetvényőrzésre egész nap majmokat kergetnek. Tehát a majmokat kergetik el a De Tomi, az előbb azt mondtad, hogy, hogy hagyják, hogy a siba-siba legyen, akkor a te kutyád már nem siba? De. Akkor ezt nem értem. Ő is siba. Úgy csiba, hogy illeszkedik abba az életvitelbe, amit én szeretnék vele. A különböző kultúrák különböző módon viszonyulnak az állatokhoz. És mi egy európai kultúrában élünk, az európai kultúrában a, 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 az állatok tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy polgárjogot kapnak, de legalábbis a polgárjog felé haladnak tehát az állat, ezt most idézőjelben a polgárjogot, az állatvédelmi ö, ö, szabály, szabályzás ö, a, a, viszony az állatokkal egyértelműen abba az irányba halad, hogy, hogy az ember bánjon tudatosan a kutyával, és bármilyen, bármilyen állattal. Ebbe az irányba haladunk, ha hangsúlyozom, nem itt tartunk, hanem ebbe az irányba haladunk. És Ugye egy olyan kutyáról beszélünk, ami jellemzően nem ebből a kultúrkörből kerül ki. Azért a, a mi társadalmunk általában magá, a, a kutya oktatást, a, a kutyához való viszonyát jellemzően olyan kutyákra szabta, amely, amely öm, a, a mi kultúr közegünkben szelektálódott, ott, ott alakult ki. A, az általunk tartott kutyáknak szerintem a 90%-a ilyen kutya. De még azok közül is, melyek nem ilyen kutyák, melyek mondjuk valahonnan távolabbról érkeztek, még azok a kutyák is, gyakorlatilag besimultak ebbe a, ebbe a viszonyrendszerbe. Ez pedig, ez pedig a finom interakciók világa, a, a családi kutyatartás világa, ez, a, ez az angol, most ugye az angol száz kutyás kultúrában látjuk a, 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 a családi kutyatartás reneszánszát felé lenni, vagy nem is a reneszánszát igazából megújulását, de azért nem reneszánsznak nevezném azt, hogy az őskori állapothoz képest ma, ma újból a családba kerül a kutya, és újból a hálószóval kerül a kutya. Ugye egy egy, egy egy köztes periódusban, amikor a kutya kint volt periférián, most visszakerül a családba. Ez a mi kultúrkörünknek az igénye, és ezután mennek mások is, de más-más jellegű igényekkel. És amikor a Siba bekerül ebbe a közegbe, akkor nincs rá megoldásunk, mert nem működik úgy. Tehát azért ne felejtsük el, hogy egészen mondjuk 25 maximum 50 évvel ezelőttig nem ismertünk más képzési technikát, mint azt, hogy felrakunk egy folytóláncot, vagy egy szöges a kutyára, és végig kényszerítjük egy folyamaton a tanítás során. Majd ezután, vagy ez mellett már párhuzamosan, mert azért használtuk korábban is a motivációs technikát, csak, csak korábban elenyésző szinten, jön az, hogy kajával dolgozunk nem, a Sibánál a kaja sem tud annyira jól működni önmagában, nem, nem áll meg. Te, már sokkal jobb, már... De, már a tehát pályán a... tud működni. Igen, igen, de nem megbízható. Nem megbízható, nem, 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 kiszámítható. Na most ezért aztán nincsen válaszunk arra, hogy hogy kell a Sibát tanítani, és, és miután Abból a közegből, ahonnan a kutya érkezett, a Siba érkezett, alapvetően más a kultúrközeg, ott eleve nem volt meg ez az igény, tehát nem voltak azok a fajta finom ö, interakciók, az a szoros együttműködés, az, abban az az interakciós zóna, hogy úgy dolgozzon, mint ahogy az európai, ö, vagy az angol száz germán lehető kutyatartásban, hogy úgy dolgozzon össze ember, ezért más is az elvárás. De ez nem azt jelenti, hogy a siba ne tudna siba maradni, akkor, hogyha a finom interakciók világával beviszem. Ez nem jelenti azt, hogy a siba ne tudná megtartani az egyéniségét, mert abszolút azt tapasztalom, hogy amikor a gazda tudatosságában elér oda, hogy kapcsolatot épít a, 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 a kutyával, és a kutya már a gazdáért, a gazdának akar dolgozni, és ez a minőség a lakáson kívül is megmarad, mert ugye a, a sibával a lakáson belül nincs baj de a lakáson kívül is van a kutyának olyan, olyan belső motiváció, hogy örömet akar a gazdának szerezni. Ez nagyon nagy meló egyébként ezt felépíteni. Iszonyatos nagy meló. Akkor a siba megmarad sibának, és közben beéri, vagy még meg is haladhatja ilyen értelemben a szinte bármelyik kutya fajtát. Csak elképesztően nehéz meló. És óriási csapdát rejt az, hogy tele van feloldozással, búcsúcédulákkal cédulá, búcsú az az út, amit a Siba tartó, ami a Siba tartó vál, mert folyamatos felmentéseket adunk neki. Ez is egyfajta ilyen, ilyen attitűd volt szerintem, hogy, hogy ők a, a Sibaságát hagyják megélni. A Sibaságot meg lehet úgy is élni, hogy az emberei, emberrel a szoros interakciókra akár ingergazdag könyvedve is képes legyen, csak rohadt nehéz. Kontinens senként, országonként, földrajzi helyenként eltérően kutyázunk, és, és, gyakorlatilag, tehát hogy nekem az a megfigyelésem, hogy akár csak a szomszédokhoz megyünk el, már ott is változik. Már ott is változik az, hogy, hogy, melyik társadalom, hogy kutyázik, és hogy, hogy mi az elvárása a kutyával szemben, hogy miért veszi magához a kutyát, miért választja azt a kutyafajtát. Meg miért választ egyáltalán kutyát? Ö, én, én azt gondolom, hogy itt mi magyarok, főleg itt a, a városi környezetben, mert azért ott nálunk is azért eltérő a, a vidéki környezet, hogy, hogy miért. Mert ugye ö, megjelenik az az igény, hogy társ társat társként hozzuk be, családtaként hozzuk be a, 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 a kutyát magunk mellé. Már ilyenkor más az elvárásom a kutyával szembe, ugye, amíg, ugye Tom is mondta, hogy ugye Japánban meg ugye a Sibának az a, az a dolga, hogy akkor a majmokkal kergetőzön, meg küzdjön, meg, meg vadászon, ugye, Más az interakció és más a, a kommunikáció a kutya és a gazda között. Ösztöndrágok mozgatják a kutyát? Igen. Sokkal kevésbé interakciós területen használják, mint inkább ösztöndrágok alatt. Igen, és már, tehát, hogy ott is, tehát, hogy, hogy ott is választják társként a sibát, tehát, hogy nem csak azért, hogy, hogy, hogy munkát végezzen. Itthon viszont, vagy Amerikában például, kevésbé munkakutyaként használják a sibát, hanem inkább inkább a, társ, a társas lényként, és megjelenik az az igény, hogy igen, foglalkozzon velem, igen, nézzen rám úgy a kutya, mint, mint, mint gazda vagy, mint, mint társ. És akkor megjelennek azok a dolgok, hogy akkor hogyan lehet képezni a kutyát, hogyan lehet hozzá kapcsolódni, hogyan, hogyan is tudnám motiválni a kutyát, a kajával nem elég jó a szociális kontakt, hogy hogyan is tudnánk ennek egy picit nekivágni, és akkor, és akkor jönnek ugye tovább ezek a, ezek a részek a kutya kiképzésben vagy oktatásban, hogy, hogy hogyan lehetne ebbe jobban belemenni az agarazásba, a, a, a síbázásba, hogy, 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 hogy hogyan tudnánk őket megfogni, és aki nem is tudom, hogy ezt hogy, hogy fogalmazzam meg. Egyenesen. Egyenesen, hogy, hogy igen, sokan vannak még azok a, a gazdák, akik a felmentések irányába mennek, mert, mert mert, fel akarják, nem a kutyát akarják szerintem feloldozni, nem saját magukat, hogy, hogy miért nem tudja elengedni a kutyát, hogy miért nem. Nem akar, nincsen eszköze rá, nem akar belemenni olyan dolgokba, ami, amivel, amivel tudna esetleg a, a, a vágyai felé elmenni, hogy a kutyája jobban kapcsolódik, akkor inkább elfogadja azt, hogy ő nem kutya, hanem macska. Igen. Hát nagyon fárasztó a Tomival is, mikor sétálunk. Hát látom, a Tominak is figyelt. Tehát ez egy nagyon jól kontrollálható, nagyon jól kézben tartható kutya, de a Tominak egy erdei séta során folyamatosan figyelnie kell. Tehát amíg én mondjuk a kutyámnál felprogramoztam azt, hogy nem mehet el tőlem, mint olyan 20 méternél messzebbre, és akkor a séta alapelve, hogy 20 méternél nem megy el messzebbre, azért a Riki mindig bekérdez, és mindig figyelni kell. És ha nem szósz, akkor elmegy nagyon messzire. Tehát folyamatosan figyelni kell. Minden kutyát figyelni kell, de őt azért egyelére kell Egy extra figyelem, igen. igen. Fárasztó. Igen, és ahogy mondta, Japánban is megjelenik, és a japán kultúra ugye a végletesség kultúrája, tehát a másik véglet ott meg az a nagyon babusgató, konkrétan babakocsiban. -ba -ba tehát voltam -e Japánban, tényleg babakocsiban tolják sokszor a sibát, tehát ez, ez nem, de visszakanyarodva itthonra, és nekem volt egy cél a fejemben, hogyha majd egyszer egy Sibás podcastben beszéltek a Sibáról, és el kell mondani, mi az, hogy nehéz egy Siba. Tehát mit jelent az, hogy nehéz, meg hogy egy kemény gazdát kíván, meg nem ajánlják első kutyás gazdának, hogy ezt mindenhol a, a legyen. Mi az, hogy kemény hát gazdát ez az, kíván? Hát mert ez mert ez én az. szerintem nem kemény gazdát kíván a Siba, mert, mert a kemény más asszociációt okoz. Benne más asszociációt okozott, amikor olvastam annól, mert hát én tudok kemény lenni, tehát rá kell szólni, rá tudok szólni. Hát ez egyáltalán nem, ne, ne, nem úgy működik, a, a, hogy az ember elképzeli. Tehát itt a keménység azt jelenti, tehát az, hogy nehéz kutya, az azt jelenti a sibánál. nem az, hogy keményen kell rászólni, hanem az, hogy pont úgy kell rászólni és viselkedni vele, ami általában a legnagyobb nehézséget okozza neked személyesen. Tehát amikor legszívesebben kitekernéd a nyakát, akkor türelemmel, és néha, amikor türelemmel lennél iránta és tolerálnád, akkor viszont rá kell szólni a saját érdekében. és ez, a nehéz. Igen, bocsánat, hogy, én, a keménységet azt én úgy fogalmaznám meg, hogy úgy kell keménynek lenni, hogy, hogy a következetesség az, az kvázi keménység. Tehát, hogy az ember nem mindig tud, vagy akar tudatosan következetes lenni. Tehát, hogy, nem, az a cél, hogy a kutyát agyonnyomjuk. Tehát, hogy nem, nem ez a megoldó kulcs, hanem az, hogy, hogy mindig következetesen tudok a kutyával viselkedni, mert hogy pont ezek a, a rések, azok, amiket majd ő a, az intelligenciájánál fogva is szépen ki tud használni, és ki tud bújni alul, és szerintem inkább ez, a, ez az a, a keménység, tehát, hogy itt kell keménynek lennem, hogy következetes vagyok. Igen, hát egy, egy, egy nagyon erős önreflexióval, egy nagyon erős magamra irányított figyelemre, a, és ez a magamra irányított figyelem, ez a kutya viselkedéséből kell, hogy keletkezzen. Tehát, tehát a, mindig jól kell tudjak reagálni a sibára. A, 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 én a keményet inkább a kutyára mondanám. A, a, a gazdánál azért nem jó szó szerintem a kemény gazda, mert igen kemény, mert, mert uh, kitartó. Talán inkább ezt mondanám, hogy kitartó. A, 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 a gazda szempontjából a kitartása... Hát az úgy is mondanám, kemény helyzetben lévő gazda. A, nem a gazda kemény, a, a, hanem okay, kemény a De helyzet. a kutya viszont kemény. És abban az értelemben kemény, ahogy annak idején Kotofoli megfogalmazta a kemény kutyát, hogy mi a... Tehát a kemény kutya az az, aki nehezen áll be a gazda akarata mögé, aki nagyon megméri azt, hogy, 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 hogy a, az, aki, aki, az ő ösztön programja fölé vel akar egy másik programot, az kicsoda. Nem adja oda könnyen. Ilyen értelemben kemény. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy, hogy egy, egy optimális kutyánál, ha gazda téved, nincsen baj, mert a kutya érti, tolerálja. A sibánál, ha a gazda egy picit, nem, nem is kell hogy tévedjen, csak egy picit nem figyel oda, teszem fel, a mobiltelefont, vagy egy olyan szituációba kerül, már romlik is szét a rendszer. És van egy, van egy ilyen sibás sztorim, szintén egy nagyon jól képzett sibáról van szó, aki alapvetően jól működik, de egy díl alapú rendszerben működik jól. Tehát a tekintély azért nem állt be a gazda és a kutya között, és a kutya észrevette, amikor a gazda bankkártyával fizet, akkor nem figyel rá. És akkor abban a pillanatban gangsterkedik. Abban a pillanatban. És a siba ilyen. Tehát, ez a, tehát a kutya kemény, és a gazdától pedig nagyon erős kitartást kér. Olyan értelemben, hogy a gazda a sétaf során folyamatosan dolgozik. És akkor még az agresszióról nem is beszéltünk. Mert a Sibának ugye van egy ilyen, nem, nem mindegyik Sibánál, de a Sibára, mint fajtára elég erős jellemzőként oda tehetjük a magas agresszió szintet. Nagyon könnyen veszi elő a viselkedés repertoárból az agresszió megoldást. Úgy szoktuk ezt megfogalmazni, hogy magas az agresszió hajlama. Ez azt jelenti, hogy a környezet kihívásokra nagyon sok választ adhat a, 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 a kutya. Nagy repertoár. Elkerülheti, feltérképezheti, illetve felléphet riasztó, elriasztó magatartással. És a siba nagyon könnyen húzza ezt elő. És erre nem figyelünk oda időben, ugye, akkor ez felprogramozódik, rögzül, ez egy fix, ez egy fix megoldás lesz a kutyánál, és az viszont már rémálom. Tehát amikor a Siba nyirogatja ki a környezetében a, 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 a jó kedvet, meg a játékot, és nem lehet elengedni, és, és, és ha bejön egy olyan kutya, aki nem tetszik, és akkor, és akkor folyamatosan ö, ö, azt kell nézni, hogy ne találkozzon nagyon össze, össze olyan kutyával, és a, tehát az már, az már nagyon nem jó. Az már egy olyan, olyan szintű kompromisszum, ami már, ami már a, 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 az emberi kapcsolatokat is nagyon csúnya mérgezi. Nagyon nehéz innentől kezdve, ugye, tehát, hogy, hogy pont arról volt szó, hogy hogy ahhoz, hogy mondjuk ezt a megoldó kulcsot elvegyük a kutyától, tehát hogy ne ezt használja, amikor neki konfliktusa van, nem tetszik valami, stb. 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 és előhúzza ugye ezt a kártyát, az agressziót. Ahhoz, hogy ezt kigyomláljuk a kutyából, mert hogy ez, ez kvázi nem fog elmúlni, mi azt tudjuk tenni, hogy a kutyát folyamatosan abban tartjuk, hogy nem, ne ezt választ, hanem választ a, az A, B, C, D, bármelyik másik verziót, a konfliktusod megoldása képen. Ne ezt húzd elő. Igen. Ne ezt húzd elő. De ehhez pontosan megint előjön az a tudatosság és az a következetesség, hogy innentől kezdve, tehát 120 figyelem. De nem lehet, nem lehet azt, hogy akkor nem figyelek oda. A főleg akkor, amikor mondjuk egy olyan tehát térképeztem a kutya viselkedését, és tudom, hogy mire szeret a kutya mondjuk az agressziót előhúzni, és hogyha egy ilyen közegbe viszem a kutyát, egy ilyen uh, uh, inger környezetbe viszem a kutyát, akkor ott nincs olyan, hogy nem figyelek oda a kutyára. Mert akkor ott már egyből be kell lépnem, hogyha a kutya azt az utat akarja választani, akkor ott azt nem szabad nekem megengednem, hogy ezt nem választ a másikat, arra meg viszont mehet a megerősítés, hogy, hogy, ő az elkerülést választotta, vagy a bekérdezést választotta, hogy bekérdezi a gazdát, hogy most mit lehet ebbe tenni, vagy van még X verzió, és itt megint előjön az, hogy, hogy ki áll a kutya mögött. És hogy, és hogy ugye itt, itt, az, hogy át tud-e váltani a gazda abból a rajongásból, ami, amikor kiválasztotta a fajtát, át tud-e, a rajongás megmaradhat, csak át tud-e Egy Felelős viselkedés. Igen, abban, abba, hogy tudatos legyen abban, hogy viszi a kutyát. Igen. Tehát a felelősségvállalás és a nagyon erős figyelem. Igen. Ne, neked agresszió? Nincsen, szerencsére. Lekapogom. De a jelek ott vannak. Tehát látszik, hogy van benne egy ilyen hajlam. Én, de... én, nem, azt, én nem azt látom a Ricky-ben, hogy nincs agresszió, de valóban nem magas agresszió szintű kutya, hanem azt látom, hogy nagyon korán, ugye kölyök tanfolyamon, már a legelső pillanattól kezdve ö, ö, nagyon tudatosan nevelted a kutyát, nem, nem engedtél egyáltalán olyan szetteket felhúzni a kutyának. Ami, ilyen problémát ami okozó elvítegon. agressziója nincs, de látszik, hogy azért van benne egy bugi. Szeretnék egy ilyen szintézist tenni ezzel a, ezzel a Siba helyzettel kapcsolatban, hogy oktatóként én mit látok. Egy, a kutya nagyon nagy egyéniség. Kettő, a gazda jellemzően rajongással fordul a kutya felé. Három, és ez, ez nagyon fontos lesz, sokkal magasabb értést kér a gazdától. Oktatóktól is nagyon ritkán látom azt az értést, hogy, hogy, hogy egy siba tartására ö, alkalmasak legyenek. Tehát sokkal mélyebb értést nem lehet stereotíp technikákkal, a kutya komplex értésével lehet csak egy sibát nevelni. Ez már önmagában nagyon erős korlát. Tehát akinek nincsen erre, ö, hogy mondjam, ö, ambíciója, hogy ezt az értést felszedje magába, és ez, és ez épp a napokban beszélgettünk arról, Ági, hogy, hogy felolvasta egy hirdetést, hogy másfél éve találkozott a, a először, azóta rengeteg pénzt elköltött a kutyakiképzésre, és most elindítja a kutya kiképző tanfolyamát, nem hogy kutyát képezni tanulna meg, hanem kutya kiképző tanfolyamat indít. Tehát itt azért egy csiba értése, tehát az a tudása, hogy egy csibát értsél, az sok év kitartó ö, ö, munkát kér, kifinomult, ö, kifinomult, szenzitív ö, figyelmet a kutya irányába. Tehát a kutya értése, és utána ennek a figyelennek a fenntartása. Értése és olvasása. Tehát, hogy, hogy ráadásul így, az így a fajta, gondoltam. Ja, úgy gondoltam, az a fajta, aki, aki, aki sokkal kisebb jeleket használ a kutya kommunikációban, tehát sokkal finomabb jelzéseket használ. Igen, tehát jellemzően már a megelőző jelzések, tehát a, a, itt, itt, akkor még egyet pontosítok, ha már ennyire belementünk, ugye nem elég magát a jelzést észlelni, hanem a megelőző jelzésekre kell a gazdának egy, egy nagyon finom értése legyen, mert a megelőző, megelőző jelzéseknél tudja még megfogni a kutyát. Mocsok nehéz meló. De, de, és szerintem ez nagyon fontos, hogy aki viszont bejárja ezt az utat, az egy óriási riadal. És piszok jó egy Siba. Tehát a feleségem is szerelmes a Tomi kutyájába, és nagyon szeretné hogyha Sibánk lenne. E, a, a, ugye most elment az öreg kutya, hogy nekünk aktuális lesz majd egy kis kutya. Én, én, nagyon, tehát én a kihívást a jagdban keresem, de, de azért a Siba is kihívás. Nem tudom, idézhetem, hogy mit mondta, hogy miért nem szeretnél Sibát, nem tudom, emlékszel-e? Hogy tényleg kihívás, de ennyi időm nincs. <laughs> Igen, nem tudom, lehet -e a... fogják nézni szerintem olyan gazdák, akik még gondolkodnak Sibán. Tehát, hogy lehet-e hogy én nagyon örültem volna, ha valaki ezt mondja, hogy tehát a, a, amit tehet egy ilyen gazda, mert ez a figyelem, meg értsük, persze, de ugye, ami kézzel fogható az elején, hogy a lehető leghamarabb óviba és suliba. Most nem azt mondom, hogy menjenek hozzád. Emlékszem még az első órán, az első sibával, amikor ránk került a sor a bemutatkozónál, azt mondtad, hogy ezt a tanfolyamot általában nem szokták abba hagyni gazdák, de ha valaki abba hagyja, az 10-ből 9 siba. Egyszerűen nem bírják azt a terhelést, azt a nyomást. Tényleg iszonyatos terhelés egy, egy siba. Tehát amikor én meglátom a posztot a sibainus csoportban, hogy van egy, van egy négy hónapos, vagy van egy öt hónapos siba, milyen kiképzőt ajánlatok, akkor így a, 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 azt értem, és ezt mondom a siba tulajdonosoknak, hogy úristen, de el vagy késve. de jó ég hú, de nem így az utat, amit mostantól be kell járni. Tehát azonnal, ahogy mehettek oltás és, után. És, és még az első Sibátoknál, ugye, én annyira öreg vagyok már, hogy még a, ott is részt vettem, mert hogy ugye ugye ott azért kellett egy picit korrigálni még. A, a picit az, az nem A elégedés. viselkedésében. Igen. És, és... Hát ugye, a mai napig megy az úzás, igen. Tehát ott... ott... És, és ott ugye a másik, a másik akaratos kutyával találkozott a Siba, a Malamuttal, aki, aki kvázi abból a szempontból sok hasonló karakterjegyet hordoz magában, mint a, mint, a, mint a Siba, az akarat, a magas agressziós szint, és a, viszont egy jól kommunikáló, kölykök zértő terápiás Malamuttal találkozott akkor a, a kutya, és akkor az ott uh, nagy hasznossággal bírta a Igen, és segítséget kértünk Annu Ágitól, mert ugye volt tehát egy két és fél kilós kis gombót, és elvittük a családba, ott volt egy hajlamos puli, és nagyon féltünk, hogy bántani fogja a kiskutyát, a 11 hetes kiskutyát. És hát összeengedtük őket, és szétdominálta a pulit. És akkor éreztük, óó, oh, oh. egyszerűen nem tudtuk kezelni, nem tudtuk. Kitiltottak titeket. A Basz... Sibástó. Hát nem szerencsére, mert hogy ugye megvesz a külseje, de, de a, a, amit aggódtunk, hogy szegény kutya, akkor láttuk, nem tudtuk még, hogy ez mit jelent, hogy te jó ég. És ugye mentünk hozzád, és megkérdeztük, hogy nincs egy kutyád, aki esetleg dominálna, meddig hárommal találkozott, és mindent, minden élő volt a főnök. Itt gyorsan tegyünk ide egy, egy, egy jelet, hogy ezt szigorúan tilos otthon alkalmazni. Igen. Tehát a, a kutyák gyógyításába a kutya kommunikáció nagyon fontos szerepet játszik. Ahhoz, hogy terápiás oktató legyen valaki, és ezzel a tudással ki tudjon állni mások elé, ahhoz hozzávetőleg tíz év kőkemény szakmai tapasztalat, és nap mint nap sok-sok kutya ismerete, és egy rendszer működtetése kell. Jellemzően nálunk a három terápiás oktatóból, a, bocsánat, a négy terápiás oktatóból három terápiás oktató, vagy iskolavezető, vagy volt iskolavezető korábban. És egy Munkatársunk Marian az, aki nem volt is követő, viszont ő az alapítója, és ő, ő hozta létre ezt az egész Magyarországon, az egész kutyával terápiázó intézmény, az a Marian által, Marian ö, ö, keltezése által jött létre, még valamikor ugye a 90-es évek végétől dolgozunk mi már tudatosan terápiával, és aztán ennek nagyon torz kihatásaival lehet találkozni. Találkoztunk is nem egyszer, ahol gyakorlatilag szintén elfogó kutya szinten Igen. adnak el terápiát, Isten ments, soha, soha, soha. Egy terápiás kutyánál a legelső bekerülési küszöb, hogy soha nem haraphatja meg a másik kutyát, és a többi, és a többi, és a többi. Ugye itt most, itt most viselkedés terápiás kutyáról beszélünk. És az AG ugye ennek egy olyan szakembere, aki nap mint nap olyan kutyákat gyógyít, segít visszatérni a, a ezt most csak a Tominak a, 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 a tehát ott van relevancia, hogy egy ilyen szakember tud segíteni. De alapvetően a korai szocializációval érdemes ezeket felprogramozni. Igen. Maximálisan egyetértek, ami még fontos, hogy megjelenik a futtatókban az a... Majd lerendezik egymás majd között. Lerendezik egymás Tök között, jó. Onnan menekülj. Tehát így, a, aki így. ezt mondta, na, azt kerüld el, Ez de á, nagyon általában messze. Általában mindig a nagyobb kutyagazdája mondja azt, igen. hogy majd lerendezik egymás között, Te érdekes módon nekem még, amikor a kályjal mondjuk megjelentem, akkor nekem nem, akkor mondták, nem mondták, mondták, hogy igen. majd lerendezik igen. egymás között. Az, ami ami még fontos ennél, a, vagy fontos volt ennél a, a jelenetnél, hogy, hogy összengedtük a két kutyát, az én malamutomat és a a ti sibátokat, hogy hogy talán nem is azt mondanám, hogy ledominálta, hanem úgy kezdett el vele beszélgetni és játszani, hogy, hogy, hogy kvázi korlátokat határokat, állított, határokat, határokat állított mutatott, amiket neki. nem léphetett, tehát igen, igen ez a terápiának igen. a lényege, és nem a, tehát a, a az a, a, a az, hogy dominancia, az egy gyűjtő fogalom. Igen. A dominancia innen-onnan, amonnan tevődik össze. Most ebben nem menjünk bele, de egy adást szentelhetünk majd, a, nem csak majd én egyszer én ezt a dominanciának. Ezért, ezért így de rossz, hogy rossz érzéseket vált ki az, amikor azt mondjuk, hogy dominál. Ugye itt a dominál az azt is jelenti, hogy egy játékban megtartja a pozícióját. Nem megy be a másik kutya alá és ne, nem engedi, hogy a másik, hogy rátegye a fejét, nem engedi, hogy rátegye a nálvát. ő választja meg a játék. Le, meg a stílusát, hogy vagy, fog vagy élni. esetleg, a kutya nagyon szertelen, akkor lekeresztezi az útját. És, tehát, hogy ezek, tehát ezt, ezt, ezt fontos érteni, hogy ezek, ezek mind a kutya kommunikációban nagyon finom jelzések, Ági, igen, ugye? igen, 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 És ezért is fontos a, a, a szocializáció, hogy minden, tehát, hogy, hogy a, 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 a kölyök sibánál, illetve az összes többi kutyánál is, de náluk aztán tényleg extrán ö, fontos, hogy, hogy egészséges viselkedésű ö, ö, kutya legyen. Ö, mert hogy minél több kutyával és kutya kommunikációval találkozik a kutya, annál szélesebb lesz a repertoárja. És ugye a minél szélesebb egy kutyának a repertoárja, annál nagyobb a lehetőség arra, hogy kiesik belőle az, amit mi nem szeretnénk. Mert hogy van még lehetőség mást választani. Tehát, hogy ezért is fontos maga a szocializáció, és az, hogy ismerjen meg a, a kölyök siba nálánál kisebb kutyát is, nálánál nagyobb kutyát is, az a, olyan kutyát is, aki nem úgy kommunikál, ahogy ő kommunikál. Mert hogy az is egy sajnos egy gyakori ö, dolog, hogy sibát sibával mert hogy ők megértik egymást. Viszont ott egyetlen Felülják, egy, egy mást, dolog fog erősödni, bogzsáknak tekintik az, az utána. Hogy igen. És utána nem lehet igen. mondjuk egy finomabb kommunikációjuk kutyához igen, ezért, ezért, is fontos az, hogy tehát itt most két dolgot is hozzá kell és remélem, hogy nem felejtettem a másikat. Mert az egyik az az volt, hogy találkozzon, találkozzon minél több kutyával. Igen, ám, de a szocializációban olyan is előfordulhat, hogy kifejezetten káros bizonyos kutyákkal összetalálkozni. Azoktól ne neküljünk. Tehát ahol a kutya, ahol a kutya magas agresszió hajlammal megy be, azt a programot átadja a kutyámnak. És oda nem viszem. Tehát, vagy, vagy, olyan sérülést okoz, pszichés sérülésre gondolok, egy fizikai sérülést, amit utána a kutyából nagyon nehéz kiszedni. Tehát ezeket érdemes mindig szakértő közegben. És a sibáknál egy nagyon tipikus probléma szokott az lenni, hogy a gyengét szelektálják. Ez Sajnos ez nem csak a Sibánál, ez az én, tehát nálam a kaukázusinál is ez egy probléma. Az, az ősi fajtáknál ez egy olyan, olyan skill, ahol ők még azt gondolják, hogy nekik kell az evolúcióról gondoskodni, és, és ott nagyon él az, hogy a nem életre való egyedek, a gyengébb egyedek, azok kvázi akár likvidálásra. Szorulnak, de mindenképpen mindenképpen egy egy nem kívánt jelenség. És a sibába ez emiatt nagyon erősen benne van, hogy a, a, gyengére, a gyengére, az elesetre, a szerencsétlenre ö, csúnyán rá tud, ö, rá tud fixálódni, ö, és magas agresszióval tud vele szembe megjelni. Nem minden sibánál, de hát sok egy, síbánál. Ez egyfajta vadászöztő megnyilvánulása is, hiszen ugye azért azt is tudjuk, hogy a a siba vadász, és, és legtöbbször azért ugye a, arra, arra volt használva, hogy madarakat, kisállatokat hajtson fel. Igen, én... igen, de én azt gondolom, hogy ez nem. Ez klasszikusan nem egy vadász vadászom, mert, mert, mert a fajtársi viszonyban is megjelenthetnek vadászmotívumok lásd a terelés és a többi és a többi, hiszen az is gyakorlatilag módosult viselkedés, de Igen. most nagyon még egyelőre polcon egy későbbi adásra. Viszont, ez, a, viszont ez a, ez a jellegű viselkedés szerintem, még hogyha ha ad is, tehát maga az alapprogram, hogy ő vadászkutya, ad is viselkedés motívumokat, itt igazából ez az atavisztikus minőség áll mögötte. Mert, mert hogy a kaukázusi nem vadászkutya, és mégis nagyon erősen ott van jelen benne. A, a korkaukázusiában szerencsére vagy nem szerencsére, nem tudom, egyre kevésbé, de de nekem például egy ős az ős nagyon erősen ott van ez, hogy aki nem életre, nem étre, nem életre való, az, az nem jöhet a csapatba. Úgyhogy nekem minden nem életre való kutyát, az ő számára nem életre való kutyát külön projektbe vezetni a csapat. Most például a lányom kutyusa is, aki most egy mentett kutyus került a, a, a családba hozzánk, ő is egy, egy ilyen szempontból egy érzékeny, finomabb kutya volt, és el kellett fogadtatnom, és az egy pár nap volt, amíg, amíg már teljesen figyelem nélkül biztonságban el tudta maga mellett fogadni. És ez a, ez a program egyébként itt van a Sibánál is. Nagyon jellemző, hogy Jorma első pillanatra beleszeretett a Rikibe. Nem véletlenül. Mert, mert ezek a kutyák egészen más szelekciós elven választottak ki. Nagyon sokáig szelektálódtak természetes alapon, már a természetes, na, bocsánat, nem természetes alapon, hanem, hanem pragmatikus alapon. Tehát nem családi, meg nem emocionális alapon, meg nem külön alapon és ezért aztán valóban nagyon erős belső ösztönt ad. Tehát a Jorma, aki, aki egyébként te is dolgoztál vele, nálad szocializálódott, te képezted, terápiás alapokra, illetve a Marian, Jormának ez a szettje elég éles, hogy, hogy ki az, akinél valami, valami kilóg, és Rikiért rajunk. Van még egy másik tipikus siba dolog az agresszió mellett, ugye a beifatóság meg a szökés. Tehát ha, ha van még egy, talán még az agressziónál is gyakoribb, hogy a, sibát, ha látsz, akkor pórázon látsz. Ha, a sibát látsz póráz akkor a néznek, főleg a siba tulajdonosok. Igen. Nagyon magas szinten kell érteni a kutyát. Reflektívnek kell lenni a kutyára. Ugye, tehát az ági ugye az előbb azt mondta, hogy látni kell a kutyát. És és nagyon nagy, nagyon nagy figyelemmel kell jelen lenni. Konkrétan, mondtam ma egyszer, de most meg tehát, tehát sibát sétáltatni az munka. Ez így van. Alapvetően, hogyha én most itt azon gondolkoztam, hogy egyébként tök érdekes, mert, mert azért, ha, ha így egy picit így végig gondolunk így fajtákba, akkor akkor mindegyik fajtából bele lehet egy picit egy-egy ilyen tulajdonságot látni, a, ami ami csak a sibában meg ez egy picit így ilyen csomagként, csomagként igen, így, tehát hogy így felnagyítva megérkezik, és gyakorlatilag olyan, mintha egy olyan kutyát kapnánk, hogy na, meg, tanulj meg kutyázni, tanulj meg figyelni. Legyél oktató. Te, igen, igen, tehát hogy, 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 hogy mint hogyha, mint hogyha ezért lenne. Igen, abszolút teljesen egyetértek. Karma gyorsító. <laughs> Így is hívhatjuk, igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy el tudtatok jönni. Én azt hiszem, hogy ezt most nem lezártuk, hanem abba hagytuk, mert a sibama a, a az egyik legkedveltebb fajta. Egyre többen, egyre többen visznek haza a családba sibát és folytatni szeretnénk, hogy mikor vigyél Sibát haza, és mikor ne vigyél haza Sibát. Szeretnénk még behívni egy késő beszélgetésbe tenyésztőt is, gazdát is. Remélem, hogy hamarosan visszatérünk, akár, akár veletek folytatjuk a Sibáról a beszélgetést. Köszönöm. Sziasztok. Köszönjük. Köszönöm. Sziasztok. Sziasztok. Olyan sibám. Két tájföldről hoztak, ott mentették. És tájföldön ez egy siba, -siba, siba keverék. <laughs> hogy nagyon érdekes, mert hogy arra tele a menhely, szinte tájföldön, majdnem siba-siba keverékekkel volt tele. És hogy arra használták a, ott abban a régióban, legalábbis a gazda ezt mesélte, hogy kígyókat fogjanak. Tesszera. És uh, ugye ők ott éltek kint, befogadták ezt a kutyát, hazaköltöztek Magyarországra, és egyszerűen nem tudtak a kutyával létezni Budapesten, mert ugye más volt a, más körülmények között éltek kint, uh, mint itthon, és akkor megérkeztek hozzám. Egy év volt, mire át tudtuk a kutyának a, a, a figyelmét a gazdára, és nem a, a földön mozgó, a hosszú alakú tárgyak, és, és élő lények figyeléséről extrém magas agresszió, agresszió, és igen, csak kicsikre megnyilvánuló agresszióval bírt a kutya, de nagyon-nagyon de kőkemény meló volt. Hú, asszus! Ugye említetted például Ágia a menet közben a, a nem az ember mellett született kutyát. Tehát ez egyik legérdekesebb dolog, mert tulajdonképpen az, hogy mi a kutya, azt azon keresztül tudjuk meg, hogy mi van akkor, hogyha nem ember mellé születik, ha nem simogatja ember, ha nem találkozik vele ember, és úgy nő bele mondjuk a, 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 a két hónapos, három ez, hónapos korba. Ez egy nagyon ilyen szomorú, nekem, legalábbis nekem, én, én, elég sok ilyen kutyával a bora révén is, meg, tehát, hogy sok, sok ilyen kutyával dolgoztam, és be kell valljam őszintén, hogy, hogy kevesebb volt a sikersztori, mint a mint a nem siker, az, az a kutya, amelyik, tehát nyilván függ attól, hogy milyen korban tudtuk. Uh kihozni onnan a kutyát, de általában, ha már fél év fölött egyedül Nagyon élt, van. akkor nem tudtam ebből Nagyon. kihozni. Ez Tehát, annyira, hogy olyan kis mauglik születtek, annyira, és vannak igen, is és még a kertemben annyi, És annyira durva ez, érted, hogy mi, nehéz annyira gondoljuk. szimplának gondoljuk a kutyát, érted, hogy jön, és kedves, és cuki. De baszki, hát attól kutya a kutya, hogy ember felett nő fel, ember Hát a Gabinak a, izé, hogy hívták a Gabi kutyát? Um, igen, tudom, hogy kire gondolsz. A... Zili. A Zili. Igen. Hát az Ili is ez Maugli. volt. Hát Igen. két év kellett ahhoz, hogy a férjét, a férjét elfogadja. És ebből az is következik, hogy egyébként meg senkit a Gabin kívül. És a Gabi is rengeteget dolgozott azon, ugye a, a, a Népszigeti is hogy a Gabi. Nagyon durva. Nálam három ilyen kutya van most. Nagyon durva. Az egyik, az egyik kutya hét hónapos koráig pincében. Pincében élt, onnan hozták ki, sötétben fél évig sötétben tudtam csak a kutyával kontaktálni. A, és a világosban nem. Tehát amikor világos volt, a kutya eltűnt. Sötétben közelített hozzám. Nagyon durva. Tehát, hogy, és hát ő nem is lett azért, tehát hogy nem alakultak ki jól a... Hát ezek, a, ezek ilyen ez lehetetlen. Tehát ahol a mintázat nem születik meg kölyökkorban, az később visszaportolni, az, nem, az nem, nem, azt jelenti, hogy akkor, akkor nehezebb, hát hanem, van, amit nem lehet. hanem, az, azt jelenti, hogy van, amiről már lemaradtunk. Van, tehát, a, tehát a, a, most mondok egy példát, Anna hozott egy olyan kutyát magának, aki nem bírta a testik kontaktot, mikor meghozta tőle, távol ült le, meg amit meg a, tudom én. De ez a kutya akkor még két hónapos volt. És ott még úgy meg lehetett fordítani, hogy a kutya gyönyörűen gyönyörűen be, tehát, tehát, ma hibátlanul működik. Öl bele alszik, és a többi, és a többi. De hogyha ez mondjuk egy két hónappal később történik, akkor már nem biztos, hogy eljutsz oda, hogy öl aludjon. Odáig lehet, hogy eljutsz, hogy meg tud simogatni. Nagyon sok gazda van egyébként, aki úgy tartja a kutyát, hogy ő szereti is, hogy a kutya nem, nem tolakodik, tehát tart, tart egy kis távolságot. Ja, csak ezzel az a baj, hogy nem azért tartja a távolságot a kutya, mert a gazda azt akarja most ne jöjjön ide, hanem azért, mert nem, nem, program, én, mert nem programozott fel a, 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 a testkontaktus. És az már egy, az már egy nagyon rossz szed, és abból a nagyon rossz szedből utána visszahozni a kutyát egy jó szedbe, iszonyatos nehéz. Van hogy, nagy, van, van, hogy ezt nem is lehet már jó megoldani. Nem, ez nyilván attól is függ, hogy milyen, a, milyen típusú a kutyának az idegrendszere, a, tehát a fajtája, vagy a fajta keverékei. Én vallom azt, hogy valamelyik kutyánál ezt nem lehet megcsinálni. Tehát hogy olyan típusú kutya, vagy idegrendszer típusú kutya, akinél nem. Ja. Ja, én nekem, is, nekem is van abszolút ilyen tapasztalatom. Együttélést együtt lehet optimalizálni, de de teljességet már nem, tehát ilyen, ilyen induló esetek, esetekben teljességet már nem mindig lehet nem mindig És mindig lehet pontos is ez egy ilyen tök érdekes sztori, mert hogyha, hogy ugye tök sokszor van az, hogy ők, ők ugye nem, nem, nem szépen kontaktanak idegennel, pláne idegen emberrel, és hogyha a kölyökkorban ugye nincsen, még ez egy picit erőltetve, vagy akkor aztán tényleg az a, az a kvázi egy gazdás kutya lesz. És ez is egy ilyen urbán legenda, ezek az egy gazdás. Igen, ez a, ez nekem is a kedvencem az egy gazdás kutya. Ez is mennyi felmentést ad nem az egy, egy gazdás kutya, amikor nem létezik. Tehát, tehát ez, ez, nincs. Tehát ez, ez csak annyi, hogy, hogy szocializációs hiányosság. E, ez áll mögötte összesen. Igen. Ha. Én remélem, ez bekerült, én tőled vettem ezt a módszert, amit a Jormánál alkalmaztál hogy én akikkel találkoztam, kaját adtam a kezébe, és etessék meg Rikit. Igen. Elengedhetetlen. Igen. Igen, mondjuk azt is érdemes, és egy későbbi podcastban erről is beszélnünk kell, hogy ez a, ez a, kaján keresztüli megoldás is, igen, egyszerű, lehívjuk, de ez, de ez akkor él csak, hogyha a szociális teret melegíted vele. Tehát a kaja, a kaja ilyen értelemben sokszor akadály lehet. Nagyon sokszor látom azt például, hogy hogy konkrétan az akadályok a olyan szinten fixálódott a kajára, hogy kizárja a szociális kontaktot. Egyébként pont Siváknál is nagyon sokszor nekem, látom. Nekem, Mert az van, hogy... van egy kis feketes piccem. akit egy gazda hagyott nálam. A, még a Covid időszakban, és ő volt az, akit nem lehetett, az érinthetetlen darab. Most már, most már az van, hogy lehet simogatni, tehát hogy, hogy én nekem én ne. pláne, de idegen is meg tudja érinteni, meg lehet is magatni, de ő az, aki, akit annyira rácuppantottam a kajára, mert az elején egyszer nem volt más eszközöm, hogy, hogy én is azt vettem észre egy idő után, hogy, hogy, hogy kontaktált emberrel a kaja miatt, de annyira ráfixálódott a kajára, hogy teljesen kizárta az összes többi ingert maga körül. Tehát az, hogy őt megsimogatták, hagyta, hogy megsimogassa, de nem volt tudatos Eltülte, a kutyának, igen. hogy őt simogatják. Igen, igen, a, a... Tehát nem érzékeltek vázia a kutya, hogy simogatják, mert csak az volt, hogy egyszerűen beszűkült egy ilyenbe, hogy kaja. Igen, a, pont, pont ezt akartam mondani egyébként a Sibáról, hogy Sibáknál egy nagyon típus probléma szokott lenni nálam az, hogy mivel kajával jól motiválható, látszólag jól motiválható, tudom, te beszéltél is a podcast alatt arról, hogy hogy a pályán vagy, vagy leszúrt helyzetben, de, de mondjuk egy kimozdult helyzetben vagy magas ott az sem működik. De mindegy, de jó, oké, de, de, de fel lehet húzni. Csak az a baj ezzel, hogy a kutya annyira kajára fókuszál, hogy a szociális tér nem melegszik meg körülötte. És akkor hatod akkor hatod az egészet. Mert ha, ha a szociális térben nem tudod berakni be oda, nem, azt nem tudod bemelegíteni oda a kutyát, akkor minden, amit lehoztál, egy alapú és nem együttműködési alapú ö, interakciós ö, ö, jelleget kap. Ami, 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 amit buksz, tehát Igen, az a, te a az nincs az ott innen mögött. A... ezt átadni a gazdának, ez a cuda, nehéz dolog. Ja. Hát főleg úgy, hogy hogy ugye amikor mi megkapunk egy gazdát, akkor egy folyamaton indítjuk el. Én tudom, hogy milyen hosszú folyamatot kell bejárni, és a gazda nyilván már az elején szeretne eredményeket látni. És az eredmény az exponenciális módon jelentkezik. Tehát hosszú, lapos folyamat után egyszer csak kiugrik. És, ez, és a kutya oktatás így működik. Hosszú, lapos folyamat után ugrik ki. És a, a, a kiugrás az mindig a gazda értésén. Tehát a, ne, nem azért ugrik ki, mert a, kutya most már megnyílt, hanem persze az is benne van, egy, egy, mondjuk egy terápiás folyamatban persze benne van, de, de normál helyzetben mondjuk, ahogy én találkozom kutyákkal jellemzően, ott, ott mindig a gazda megnyílásánál ugrik meg az exponenciális hív, tehát a, 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 a meredek, a meredek szakasz. Ahogy a gazda elkezd érteni a kutyát, így működik a rendszer. Ja. Mondjuk ez pont a szocializációs hiányosságokra egyébként nem vonatkozik. Lefeküdt. Le, igen. Cuki. Nagyon. A, motor, a motoros találkozóra. Igen. igen? Ú, olajszagú lesz. Nem baj. Ez jó. Ez jó? Az jó. Nem Szerintem... a Annak jó, nem jó szaga van. A, a gulágon van. ilyen olajba kenték magukat a tetvek ellen. Hm. Ez volt a taktika.